Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, a nevem Vörös Bence, és ebben a videóban, mivel sokan kértétek, arról fogok mesélni és beszélni, hogy milyen programokat, milyen eszközöket használok a YouTube videóimnál és a vlogjaimnál. Vágjunk bele! Most már az összes vlogomnál egy Sony A7-3-as főkamerát használok, amin van egy 28-70-es objektív, és van hozzá egy fix 50-es objektív, mert most használom, hogy egy éve, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Az elején egy problémám volt, hogy a kijelzője nem kihajtható, úgy értve, hogy nem fogom magamat látni a kijelzőjében, amikor veszem magamat, de későbbiekben ez nem okozott nagyobb problémát, mivel rájöttem, hogy sokkal szebb az, hogyha folyamatosan a kamerába nézek, és nem a kamera mellé, most olyan, mintha a mellette lévő nem létező kijelzőt nézném, és mennyivel szebb már az, hogyha a kamerába belenézek. Használok egy Rode mikrofont, amiben nem tudom melyik Rode-ot, az is fizet kiírom oldalra. Ebből igazából nem, a hangját azt halljátok, hogy nagyon szép. Karakterikus, vagy hogy lehet ezt mondani? Igen, karakteres. Bárcsak az enyém is az lenne. Következő kamera, amit másodkameraként szoktam használni, de vlogoknál valamikor egész vlogot egy GoPro-val veszem fel, ami nem más, mint egy GoPro Hero 8 Black. Amit igazából azért szeretek nagyon, mert nagyon jó a képminősége, ugye 4K-ban tud felvenni, és 1080-ban tud 60 fps-t, és 4K-ban is tudja 60 fps-t, ami ugye arra jó, hogy tudjunk vele szépen lassítani. És amit én nagyon szeretek a GoPro-ban, az a 16-os objektívnek megfelelő, hát látószög, hogy lehet ezt mondani? Tehát, hogy átváltok most a GoPro-nak a képére, és így látjátok, jó, mondjuk rajta van ezen a boton, de sokkal nagyobb ugyebár a látószöge, és ezt én iszonyúan tudom szeretni valamikor, tehát, hogy van mondjuk egy olyan felvétel, ahol nem tudom, állok egy állatkertbe, és azt szeretném bemutatni egy felvételbe, akár egy fotóba, vagy akár egy nagyon rövid videóba, hogy itt az oroszlán, itt a pingvin, és itt a izé, akkor a Sony-val teljesen így körbe-körbe kell forognom, amíg a GoPro-t csak így kitartom magamtól, akár csak így, hogy megfogom a kezembe, és így eltartom magamtól, és minden nagyon jól látszódik körülöttem, vagy hogyha még van egy botom, akkor így nagyon szépen ki lehet tartani, és hát azért elég menő felvételeket lehet vele csinálni. Következő dolog, amit használok, illetve most már sajnos nem tudom használni, mert összetörött, az előző videóban a drónról van most jelen pillanatban szó, de ez egy DJI Mavic Mini volt, és azzal is nagyon meg voltam elégedve, igazából ami nagyon zavaró volt benne, az a Wi-Fi-nek az, hogy Wi-Fi-n kommunikál a távirányítóval, és hát elég gyenge a jele, és hogyha vesztek drónt és tehetitek, akkor rádiósat vegyetek, mert sokkal jobban megéri egy kis pénzt. Én is, hogy így most visszagondolva, jobban lehet megérte volna még egy kis pénzt beletenni és venni egy rádiós drón, de hát akkor nem volt erre pénzem. És annyiszor törött szegényke össze, hogy most már arra gondoltam, hogy veszek magamnak egy új drónt, így, hogy már őt 3 éve használtam, vagy 3 éve használom, és vagy egy nagyon régi Mavic Pro-t, vagy egy Mavic Air 2-es, csak ugye mindkettőnek elég borsos az ára, úgyhogy ehhez majd még gyűjtögetnem kell. Az igazából nem egy dolog, hanem dolgok, méghozzá az állványok és a softboxok, és ezeket egy kalap alá veszem, mivel egy szedben érkeztek. Vettem egy úgymond ilyen green screen szettet, amiben nem egy green screen, hanem egy blue screen volt, tehát egy kék háttér, egy fehér háttér, egy fekete háttér, ami fotózásra, videózásra, streamelésre, bármire jó, és ennek az egésznek volt egy ilyen tartóállványa, és hozzá még két darab softbox, ami kb. Egy ekkora, ilyen fényes doboska, ami világítja az arcodat, és akkor nem leszel sötét. Na de! Igazából ennek is azért elég borsos ára volt, de megvettem,
illetve még szüleim támogatásával, meg nagyszüleim támogatásával tudtam ezt megvásárolni. Rengeteg örömet okozott, és rengeteg helyzetből tudott már kihúzni. Következő az egy Manfrotto állvány, 190X, ez egy olasz márkájú állvány, és igazából azt kell róla tudni, hogy nagyon profi filmesek szoktak ilyen állványokat használni, és azért is szeretem ezt az állványt, és ők is azért szeretik, mert van ennek az állványnak egy olyan különlegessége, hogy a fejrész, amire ráhelyezzük a kamerát, az egy ilyen zselés anyagszerűséggel forog, és ennek az a következménye, hogy amikor elfordítom mondjuk jobbra vagy balra a kamerát, akkor nem így akadozva fordul, mint egy műanyag régi állványnál, hanem szépen folyamatosan, és kicsit olyan, mint hogy egy ilyen vízen csúsztatnék egy hajót. Tehát, hogy tényleg ad neki egy ilyen nagyon... És amit kihagytam, az egy kamerastabilizátor, egy DJI Ronin gimbal. És ideig kiírom megint az összes infót róla, mert nem tudom fejből. Igazából ezt a gimbalt, aki nem tudná, mi az a gimbal. A gimbal egy kamerastabilizátor eszköz, ami igazából arra jó, hogy szépen megfogod egy, és rárakod egy ilyen furi állványra a kamerádat, és utána megfogod az állványt, és sétálgatsz vele, és a kamerádat szépen egy helybe tartja, és ez három darab motornak köszönhető, és egy rohadt jó gyroszkópnak. Szintén majdnem egy éve, még nincs egy éve, van egy éve, nem tudom mennyi ideje, vette apukám, és azóta használjuk ketten, és még mindig rengeteg olyan dolog és funkció van benne, amit még mindig nem tudtam kipróbálni, tehát tényleg ilyen végtelen folyosót nyitott ez a gimbal. És amikor ráraktam a kamerát a gimbalra, és így elkezdtem vele mozogni, akkor így láttam, hogy wow, ezzel rengeteg dolgot lehet csinálni, és rengeteg ilyen előre beprogramozható dolog van benne, vagy hogy csak fölfele nézzen, és úgy kövessen valamit, vagy ne kövessen, mindent is tud. Szóval rengeteg dolgot tud ez a gimbal is. Na, haladjunk tovább. Következő, amit használok, az két mikrofon, amit igazából azért van kettő, mert még régebben volt egy ilyen podcast irány, hogy én is elkezdek podcastálni, mert mindenki akkor nagyon podcastált, tehát most egy ilyen jegelt projekt, és azért van kettő darab mikrofonom, van egy Neve, nem tudom, hogy kell pontosan mondani, 7000, és még van egy EMG mikrofon, mindkettőt nagyon szeretem, annyi a probléma a Neverrel, hogy ez egy ilyen interneten rendelt, olcsóbb minőségű mikrofon, és igazából ez ott jön. Hát azért fagytam le ennyire, mert a kutya most rohant át a kamera állvány lába alatt, és attól féltem, hogy kiviszi az egyik lábát. Szóval az a probléma a Neverrel, hogy van egy ilyen alap zúgása, és ezt OBS stúdióban ki lehet küszöbölni, hogyha rárakunk zajszűrés, meg ilyenek, de hogyha nekem hirtelen kell egy felvétel, akkor inkább az EMG-t használom, csak bedugom, fölveszem a felvételt, kész. Még van egy háromlábú állványom, amit használok, ami ilyen tripod néven van elterjedve, és ebből ugye rengeteget láthatunk ilyen olcsóbb kínai oldalakon, ahol 3-4 ezer forintért is tudunk ilyeneket vásárolni szállítással együtt. Én ezekkel azért nem vagyok megelégedve, mert a minőségük az nagyon rossz, tehát én már vettem ilyet, és nagyon gyorsan kitörött a lábuk. És amikor megláttam viszont ezt a háromlábú tripodot, aminek szintén kicsit magasabb volt az ára, de én már láttam rajta, hogy ez már úgy kicsit masszívabbnak tűnik, és megvettem, akkor rájöttem arra, hogy ezt megérte befektetni, 11 ezer forintba került, de higgyétek el, hogy elképesztő jókor tudja megmenteni a bőrötöket, például amikor elviszitek a kamerát, és nem akartak hozzá nagy állványt vinni, és azt mondjátok, hogy most ti kreatívkodtok, és felrakjátok a kamerát a fára, akkor ezzel a háromlábú kis állvánnyal így át tudjátok karolni a fát, és fönnmarad rajta a kamera, és tényleg fantasztikus dolgokra lehet ezt használni.
Most pedig jönnek a vágó programok, amiket hú, mennyien kérdeztetek, és hogy én is mennyi ideig kerestem, amikor elkezdtem videózni, mert nem tudtam, hogy melyik program az, ami el is fog futni a gépemen, meg amit én is szeretek, meg ami ingyenes is, és a végén a Power Director mellett döntöttem, és azzal kezdtem vágdosni a videóimat, majd később kipróbáltam ezt a Da Vinci Resort, vagy mi a neve, Da Vinci valami, igen, és az is igazából tetszett, és utána volt egy pont, amikor ezt így kinőttem, amikor már éreztem, hogy olyan dolgokat szeretnék megcsinálni vágóprogramokba, és olyan tutorial videókat nézek, amikhez nagyon kevesek ezek a vágóprogramok. A maguk szintjén, maguk hobbi szintjén tök jók, de amikor már egy komolyabb maszkolást szeretnél megcsinálni, vagy átmenetet, vagy szeretnél komolyabban dolgozni, akkor egyrészt erősebb számítógép kell, másrészt erősebb és komolyabb vágóprogram, és ezek természetesen nincsenek ingyen. És akkor így váltottam az Adobe Premiere Pro-ra, és utána a többi Adobe programra, mint például Photoshop, Lightroom, After Effects és Animate. És ennyi. És azért váltottam ezekre, mert Premiere Pro-ba kb. Mindent meg lehet csinálni. Ilyennel vágnak amerikai filmeket is, sorozatokat is, Final Cut-tal egy szintre szokták igazából sorolni, és ugyanazokat lehet benne megcsinálni, mint Final Cut-ba. És az Index képeket pedig Photoshop-val szoktam szerkeszteni, vagy Lightroom-mal, ez teljesen változó, és hogyha mondjuk felrakok Instára a képet, azt is Lightroom-mal, vagy Photoshop-pal. És szerintem ezzel így elérkeztünk a videó végéhez. Én megpróbáltam mindent elmondani, amiket használok, vagy fontosnak tartok, és remélem, hogy minden infót helyesen ki tudtam ideírni a képre. A videó link leírásába lerakok egy pár linket, például a Sony-nak az oldalát, a DJI-nek az oldala is ott lesz, meg a GoPro-nak az oldala is ott lesz, és a Manfrotto oldalát is oda csapom, és ezeken az oldalakon igazából nagyon profi és minőségi termékeket fogtok találni borsos áron, tehát ezt előre mondom. Amit tudok nektek igazából ajánlani, és én is azt csináltam, hogy amikor vásároltuk ezeket a termékeket közösen apukámmal, akkor mindig rengeteg webhelyen és fórumon olvastam el róluk a dolgokat, hogy nekem ez tényleg megéri-e, vagy egy kisebbet is tudok venni, vagy milyen boltba vegyem meg, mert tényleg ilyen 20-40-50 ezer forintos különbségek vannak boltok között, plusz még szállítás, plusz záfa, tehát hogy ezekre nagyon-nagyon figyelni kell, mert nagyon gyorsan ott lehet hagyni több százezer forintot ilyen kamerás dolgokra, de igazából bármelyik hobbival így van ez. Na, köszönöm szépen a figyelmet, én Vörös Bence voltam. A következő videóban találkozunk, ami fogalmam is mikor jön. És vigyázzatok magatokra. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!